Jó estét kívánunk, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves televízió nézők! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket a Szent Márton napi díjátadó gálaműsor alkalmából. Kérjük, engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsük dr. Veres András megyés püspököt, az egyházak képviselőit, Szombathely díszpolgárait, a testvérvárosok delegátjait, a korábbi díjazottakat, dr. Puskás Tivadar urat, Szombathely megyejogú város polgármesterét és a jelenlévő önkormányzati képviselőket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük a kitüntetetteket és hozzátartozóikat. Kedves vendégeink, kedves televíziónézők, Pejcsik Péter szerzeményét, a Szent Márton szignált hallják a Szavária Szimfonikus Zenekar Kamara Együttesének előadásában. Köszöntőt mond dr. Puskás Tivadar, Szombathely megyejogú város polgármestere. Szombathelyen a Szavária téren elhelyezett Szent Mártont ábrázoló alkotás az alábbi történetet juttatja eszünkbe. Márton püspök a katedrális felé sietett szentmisére, amikor egy alig betakart koldussal találkozott. A kíséretében lévő klerikust elküldte, hogy hozzon gyorsan valami ruhát ennek a szerencsétlen koldusnak. Alig, hogy az elment, Márton levette saját meleg ruháját, úgy, hogy rajta csak egy vékony ing maradt. Amikor az elküldött klérikus visszajött, a koldust már nem látta sehol. Figyelmeztette azonban Mártont, hogy a misét mindjárt kezdenie kell. Márton magára öltötte a koldusnak szánt ruhát, ami egy zsákszövetből készült gyatra zubbony volt, és így vonult be megrökönyödött papsága szeme láttára a templomban. Excellenciás püspök úr, helynök úr, tisztelt Kaufbeureni és Vajdahunyadi küldöttség, tisztelt Kaufbeureni és Vajdahunyadi polgármesterek, tisztelt kormánymegbízott úr, tisztelt alpolgármester urak, kedves képviselőtársaim, kedves szombathelyiek, kedves ünneplők. Felemelő érzés számomra, hogy városunk egy jeles ünnepén, Szombathely polgármestereként immáron negyedik alkalommal köszönthetem Önöket. Önöket, akik ezen a napon múltunk egy dicső fejezetére emlékeznek. Szent Mártont, Szavária szülöttjét szerte Európában úgy emlegetik, mint a valódi tökéletesség mintáját, a katonák, a szerzetesek példaképét, a katolikus hit terjesztőjét, és mint a bevezetőben hallottuk, a segítés eszmeiségének hordozóját. Szent Márton személye, mert akkor megjelenítette az európaiság eszméjét, amikor Európa, mint fogalom, talán még nem is létezett. Ma, az új nap népvándorlás korában különösen fontos Szent Márton európaisága, Szent Márton kereszténysége, Szent Márton szellemisége.
Szentmárton volt a katolikus egyház első nem vértanú szentje. Ő volt az, aki életével, munkásságával, alázatával és szolidaritásával, a segítés gyakorlásával és eszméjének terjesztésével évszázadokon át szolgáló példát mutatott. Néhány ismert adat Szent Márton életéből. Krisztus után 316-ban született Szaváriában. 15 éves korában apja kívánságára jelentkezett a katonai szolgálatra. 22 éves, amikor megkeresztelkedett szolgálati helyén, Amienben. Később itt osztotta meg köpenyét a fázó koldussal. Ez a legismertebb és legjellemző történet Szent Mártonra. Hazatérése után Szaváriában megkezdte térítő munkáját. Ekkortájt itt is fellángoltak a különböző pogány mozgalmak, az eretnek ariánus mozgalom. A keresztény hitet bátran hirdető Mártont elfogták, megbeszőzték és elkergették Szaváriából. 371-ben Mártont Túr püspökévé választották. A püspöki hivatalt alázattal viselte. Püspökként is egyszerű életmódot folytatott. Kitartó apostoli munkája eredményeként elérte, hogy a túri egyházmegye területén egyetlen egy pogány falu sem maradt. Fáradhatatlanul dolgozott a hit terjesztésén még idős korában is. Holnap lesz 1618 éve, hogy 397. november 8-án 81 éves korában meghalt. Temetésén közel 2000 szerzetes érkezett a városba. Hatalmas tömeg vett utolsó búcsút püspökétől. Kedves szombathelyi polgárok! Szombathely minden erejével igyekszik méltón ápolni Szent Márton örökségét. Az elmúlt években tovább fejlődött városunk lakóinak szociális ellátása. Ez évben kidolgoztuk és megvalósítjuk a Szent Márton köpenye programot. A szociális program részeként lakásokat újítunk meg, így több mint 70 rászoruló család régi vágya teljesül, az önkormányzat segítségével új otthonba költöznek. Szombathely önkormányzata a tavalyi évben városkártyát bocsájtott ki, amelyet a szombathelyi lakosok több mint 100 000 alkalommal használtak. A Szent Mártonról elnevezett kártya ápolja a város híres szülöttjének emlékét, valamint erősíti a szombathelyiek összetartozását. A város szombathely nagy ünnepére készül. 2016-ban lesz Szent Márton születésének 1700. évfordulója. Szombathely méltó módon emlékezik szülöttjére, Szent Mártonra. Megújulnak templomaink, megszépül barokk belvárosunk. A jövő esztendőben világi és egyházi ünnepségek, megemlékezések egész sora hívja föl az ország és a világ figyelmét arra, hogy Európa legismertebb szentje Szombathelyen, az egykori Szaváriában született. Tisztelt ünneplők! Franciaországi Túr és Szombathely városát immáron 17 évszázadra összeköti Szent Márton. Az elmúlt években sikerült olyan élő kapcsolatot kialakítani a két város vezetésének, az egyházi hivataloknak
és a civil közösségeknek is, amely egyre inkább érezteti hatását. Ebben az esztendőben egy túri zarándoklatra is sor került. E zarándoklat egyben diplomáciai jelentőségű is volt. Most először találkozott Szombathely és a Szent Márton püspökének választott Túr város polgármestere. Megtiszteltetés volt számomra, hogy személyesen tolmácsolhattam a 2016-os jubileumi évre szóló meghívást Túr polgármesterének. Kedves szombathelyiek! Méltán lehetünk büszkék városunk legnagyobb ünnepére, Szent Márton napjára. És e jeles alkalommal Szombathely önkormányzata kitünteti azokat a polgárait, akik példamutatásukkal, munkásságukkal, egész életükkel kiérdemelték a köz elismerését. Rájuk is büszkék vagyunk. Gratulálok nekik, mert ők is Szavária szülöttének, Szent Márton szellemiségének a 21. századi hordozói. Köszönöm a figyelmet. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, kedves televízió nézők! Szent Márton ünnepén Szombathely városa a figyelem középpontjába állítja mindazok munkásságát, akik életük során sokat tettek, maradandót alkottak városukért. Régi hagyományt követi már Szombathely, amikor díjátadó gálaműsor keretében adja át legmagasabb kitüntetéseit. Tisztelt hölgyeim és uraim, elsőként a szakmai díjak átadása következik. Kérném a színpadra a Gotthárd díj, a Heffele díj, a Szombathely közbiztonságáért díj és az ifjúságért díj díjazottjait és díjátvevőit. Kérném a színpadra a díjátadókat is, dr. Puskás Tivadar polgármester urat, Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármester urakat, valamint Lendvai Ferenc tanácsnok urat. Gotthárd Jenő díj adományozható annak a személynek, aki a gazdaságkutatás, környezetvédelem, valamint a műszaki fejlesztés területén kiemelkedő szakmai munkát végzett. A díjat évente egy személy kaphatja. Idén a Gotthárd díjat Hompasz Gyula kapja. Hompasz Gyula tanulmányait Veszprémben végezte, alapképzettsége okleveles vegyészmérnök. Iskolái befejezése után Szombathelyen a vízügyi igazgatóság laboratóriumában kezdett dolgozni különböző beosztásokban, majd 1980-tól a laboratórium vezetőjeként. 1990-ben a Szombathelyen megalakuló környezetvédelmi felügyelőség laboratóriumának lett vezetője. 1995-ben nevezték ki a szombathelyi székhelyű környezetvédelmi felügyelőség igazgatójának. Vezetése alatt a felügyelőség a Nyugat-Dunántúl környezetvédelmi ellenőrzését végezte és felügyelte, közreműködött olyan nagy volumenű beruházások bonyolításában, mint a szombathelyi hulladék lerakó építése és Szombathely város szennyvíztisztítójának teljes rekonstrukciója. 2007-ben nem értve egyet az akkori kormányzati szándékkal, miszerint felszámolják a szombathelyi környezetvédelmi felügyelőséget,
A környezetvédelmi miniszter igazgatói beosztásából leváltotta, és a munkaviszonyát a felügyelőségen megszüntette. 2008-ig munkanélküli volt, majd pályázat útján került a Vas megyei víz- és csatornamű ZRT-hez, ahol azóta fejlesztési főmérnökként dolgozik. Humpasz Gyula gyakorlatilag 45 éve dolgozik környezetvédelmi területen, feladatait hivatásának tekinti, jó kapcsolatot tart közvetlen munkatársaival, a Vasi Víz ZRT valamennyi dolgozójával és a társszervek vezetőivel. Gratulálunk! A Gotthárd-díjat átadja dr. Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármester urak és Lendvai Ferenc tanácsnok úr. Éhen Gyula díj adományozható annak a személynek, aki Szombathely város gazdaságának fejlesztése, város építészetének, gazdaságfejlesztésének, környezetvédelmének érdekében hosszabb időn keresztül végzett munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett. 2015-ben az Éhen Gyula díjat Krenbacher József kapja. Sajnos a díjazott más irányú elfoglaltsága miatt nem tudja személyesen átvenni a díjat. Ezúton is gratulálunk az elismeréshez. És a taps persze jár. Hefele díj annak a személynek adományozható, aki a városfejlesztés, a városépítés területén, a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő munkát végzett, és ezzel közmegbecsülésre tett szert. A Hefele díjat 2015-ben Zsigovics László kapja. Zsigovics László építész, vezető, tervező 1974-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1975 és 89 között a Vasi tervnél, majd 89-től 2008-ig a Modulor Kft-nél dolgozott tervezőként. Zsigovics László építész legfontosabb szombathelyi tervezői munkái közül most csak néhányat említünk, mert a sor így is nagyon hosszú. A Vasi tervnél a Magyar Nemzeti Bank épület bővítése, Fokhéj beépítéssel a Vörösmarty utcában, illetve a cipőgyár raktár épülete a Körmendi úton. A Modulor Kft-nél a Martineum Felnőtt Képző Akadémia építészeti kialakítása, majd bővítése, az oktatási központ kialakítása, ezek engedélyezési, kiviteli tervei, illetve belső építészeti munkái. A Paragvári utcában a Szent Györgyi Albert szakközépiskola engedélyezési és kivitelezési tervei. A szombathelyi öntöde átalakítása, a Berzsenyi Dániel főiskola által használt helyiséget, a sportközpont és üzlet kialakítása, irodaház és étterem, valamint közösségi funkciók kialakítása. A Neumann János általános iskola felújítása, a Reguli Antal utcai általános iskola felújítás engedélyezési tervei, az MSCH Hungári Kft. Cipőgyár épület együttes átalakítási tervei, Szombathely mentőállomás tervpályázat nyertes engedélyezési és kivitelezési terve, a Horváth Boldizsár közgazdasági és informatikai szakközépiskola homlokzat helyreállítása és felújítása, a Szombathely Center engedélyezési és kivitelezési terve, a Főtér 15, a volt BM Klub átalakítása, felújítása és engedélyezési terve. Zsigovics László munkáját kitartóan, nagy szerénységgel végezte, kollégáival és megbízóival, minden esetben jó munkakapcsolatot alakított ki. Gratulálunk! A Hefele díjat átadja dr. Puskás Tivadar polgármester úr, Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármester urak és Lendvai Ferenc tanácsnok úr.
Tanácsnok úrnak köszönöm szépen a közreműködést, és egyben kérem Ágérnő urat, a Bűnmegelőzési Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság elnökét, hogy a következő díjátadáshoz szíveskedjen a színpadra fáradni. A Szombathely közbiztonságáért díj adományozható a város működési területén lévő rendvédelmi szerv azon hivatásos állományú dolgozójának, köztisztviselőjének és közalkalmazottjának, illetve a polgárőrség azon tagjának, aki a közrend, a közbiztonság védelme és megszilárdítása, valamint a megelőzés területén tartósan kiemelkedő szakmai munkát végzett. Idén a Szombathely közbiztonságáért díjat Dr. Gulyás Ferenc kapja. Dr. Gulyás Ferenc rendőr ezredes a rendőrtiszti főiskola bűnügyi szakán 1993-ban szerzett diplomát. A Pécsi Tudomány Egyetemen pedig 2001-ben szerezte meg jogász végzettségét. A Vas megyei rendőrfőkapitányság Sárvári rendőrkapitányság bűnügyi osztályának hivatásos állományába 1993-ban került nyomozói beosztásba. 1996-ban nevezték ki a közlekedés rendészeti osztály vezetőjévé, majd 2003-ban a közrendvédelmi osztály vezetőjeként folytatta munkáját. A Vas megyei rendőrfőkapitányság állományába 2005-ben helyezték át, és nevezték ki az ügyeleti osztály vezetőjévé, majd a közlekedés rendészeti osztály vezetője lett. A Sárvári rendőrkapitányság kapitányság vezetői feladatait előbb megbízással látta el, majd 2009-ben nevezték ki kapitányság vezetőnek. Jelenlegi beosztását a Szombathelyi rendőrkapitányság kapitányság vezetőjeként 2012 óta látja el. Nagy tapasztalatokkal bíró, határozott, felkészült vezető. Elméleti és gyakorlati tudása kiemelkedő. Döntéseinek többségében támaszkodik vezetőtársai véleményére, munkatársaira és a szakmai irányításra. A szakirányító szervekkel jó kapcsolatot alakított ki. A rendőrkapitányság személyi állományának problémáit ismeri, mindent megtesz az állomány megtartó képesség javítása érdekében. A rendőri munkát élethivatásnak tekinti, amelyet az év minden napján jelentős többletszolgálat elvégzésével teljesíti. Szívből gratulálunk! A Szombathely közbiztonságáért díjat átadja dr. Puskás Tibor, polgármester Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármesterek, valamint Ág Ernő, a Bűnmegelőzési Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke. Gratulálunk! Elnök úrnak köszönöm szépen a közreműködést. A következő díjátadásokhoz pedig kérném a színpadra Rettegi Attila urat, az Oktatási és Szociális Bizottság elnökét. Az ifjúságért díj annak a személynek adományozható, aki kiemelkedő munkájával segítette a város ifjúságnevelési, ifjúságvédelmi feladatainak ellátását. A díjat évente egy személy kaphatja. 2015-ben az ifjúságért díjat Samu Sándor Bálint veheti át. Samu Sándor Bálint 2003-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem német történelem szakán, és még ebben az évben a Szombathelyi Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola tanára lett. 2006 óta megszakítás nélkül osztályfőnök, 2009-től kezdődően pedig ifjúságvédelmi feladatokat lát el az intézményben. 2013-ban diplomázott közoktatási vezető szakon. Az iskolában esélyegyenlőségi megbízottként is dolgozik,
részt vett az esélyegyenlőségi program kidolgozásában. A Szavárja TISZK ifjúságvédelmi munkacsoportjának tagja volt 2007-től. Az egyéni fejlesztő csoport azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő, részképességzavaros, illetve az általános iskolából bármiféle hátránnyal a középiskolába bekerülő diákok számára fejlesztő programot dolgozzon ki, tanulmányaikban való előmenetelük segítésének érdekében. Samu Sándor Bálint több olyan pályázat elkészítésében, lebonyolításában is részt vett, amely az iskola hátrányos helyzetű diákjait támogatta. A gépipari és informatikai műszaki szakközépiskolában működő esélyt a gépiparisoknak alapítvány felügyelőbizottságának elnöke, az alapítvány létrehozásának egyik kezdeményezője és támogatója. Nemzetközi iskolai együttműködések koordinátoraként is tevékenykedett a 2011 és 2013 közötti Comenius iskolai együttműködésben, több alkalommal volt az iskola delegációinak vezetője, a diákok felkészítője és kísérője. A díjhoz gratulálunk! Az ifjúságért díjat átadja dr. Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor alpolgármester, Illés Károly alpolgármester, valamint Rettegi Attila az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke. Gratulálunk a díjazottaknak, kérem szépen őket és a díjátadókat is, hogy foglalják el helyeiket. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! A Szavárja Szimfonikus Zenekar Kamara Együttesének műsora következik. A vonósok előadásában Corelli Concerto Grosso című művét hallják, majd a fuvósok Seidl Gagliarda című darabját adják elő. Jó szórakozást kívánunk! Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, folytatódik a szakmai díjak átadása. Kérném a színpadra a Horváth Boldizsár díjak és az év civil szervezete díjazottjait és díjátvevőit. Kérném szépen a színpadra a díjátadókat is, dr. Puskás Tivadar polgármester urat, Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármester urakat, valamint Károlyi Ákos jegyző urat. A Horváth Boldizsár díj annak a polgármesteri hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló személynek adományozható, aki a közigazgatás területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő és példamutató szakmai munkát végzett, és ezzel közmegbecsülést szerzett. A díj két fokozatban adományozható. Az első fokozatot évente egy, a második fokozatot évente legfeljebb két személy kaphatja. Idén a Horváth Boldizsár díj első fokozatát Szekérné Rácz Katalin kapja. Szek-
Fölkérni Rácz Katalin az érettségi után kezdett dolgozni a polgármesteri hivatal jogelődjénél, mint adminisztrátor. Munka mellett igazgatás szervező diplomát szerzett. 1982 és 85 között a szervezési és jogi osztályon előadóként, majd 1985 és 91 között az igazgatási osztályon gyámügyi ügyintézőként dolgozott. 1991-ben az alpolgármesteri titkári feladatokat látta el, és ennek keretében tevékenyen közreműködött őszentsége II. János Pál pápa szombathelyi látogatásának megszervezése körüli nagyon megtisztelő és egyben nagyon bonyolult és sokrétű munkában. A szíve azonban visszahúzta a gyámügyre, és 1994-ig ismét itt dolgozott. Az eltelt lassan 40 évet tehát egyetlen munkahelyen töltötte, hűségesen a városhoz, a közszolgálathoz. Mert ő a hivatali munkát ténylegesen a közérdekében végzett szolgálatnak tekinti. Valamennyi munkakörében feladatai kellő alázattal az ügyfelek, az elesettek, a kiszolgáltatott helyzetben lévők, életük legnagyobb tragédiáját megélők segítésével, halk, de biztató, a jövőt szebb színben láttató szavaival végezte, olyan alázattal és tisztelettel, amely hű a szentmártoni hagyományokhoz. Szívből gratulálunk! A Horváth Boldizsár díj első fokozatát átadja dr. Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármesterek, valamint Károly Ákos jegyző. Idén a Horváth Boldizsár díj második fokozatát Sóskutiné Horváth Marianna és Krizmanicsné Magyari Klára kapja. Sóskutiné Horváth Marianna az érettségit követően 1979-ben kezdett dolgozni a polgármesteri hivatal jogelődjénél. Először a lakásügyi osztályon, majd a szervezési és jogi osztályon ügyviteli dolgozóként. Ezt követte a lakás és helyiség gazdálkodási osztály, majd a rendszerváltozást követően a vagyonkezelő és vállalkozási osztály. 10 éven át a beruházási irodán végzett iktatási és ügyviteli feladatokat, 2003-tól pedig napjainkig a jogi, képviselői és hatósági osztályon dolgozik. Az eltelt 36 évben a közigazgatást teljes vertikumában átlátta, hiszen szinte minden területen dolgozott, legyen az hatósági ügyintézés vagy önkormányzati munka. Az informatikai, minőségügyi és gondnoksági kabinet közreműködésével részt vesz az iktatási programok fejlesztésében, illetve folyamatos segítséget nyújt más szervezeti egységek iktatási és iratkezelési feladatainak elvégzése során. A jogszabályi környezet kihívásainak mindig maradéktalanul eleget tesz, gondolkodó ember, akinek legfontosabb szempontja a munka tisztelete, becsülete. Két dolog fontos az életében, a munkája és a családja, főleg mióta mindennapjait beragyogják az unokák. Szívből gratulálunk a díjat, átadja dr. Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármesteri és Károly Ákos jegyző. Tehát a Horváth Boldizsár díj második fokozatát Krizmanicsné Magyari Klára kapja.
Krizmanicsné Magyari Klára széles körű szakmai tudása, tapasztalata nem csak közvetlen munkakörében, hanem a hivatal egész működésében alkalmazható. 1985-ben végzett a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola kereskedelmi szakán, majd 1993-ban a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szaküzemgazdász végzettséget, 2012-ben pedig okleveles közgazdász, közgazdálkodás és közpolitikai végzettséget szerzett. 1993-tól napjainkig Szombathelyváros polgármesteri hivatalában dolgozik. Feladatai közé tartozik az egészségügyi és közszolgálati osztály hatáskörébe tartozó intézmények gazdasági tevékenységének szakmai segítése, koordinálása, közgyűlési, bizottsági előterjesztések előkészítése és közreműködés ezek végrehajtásában, továbbá a támogatási és egyéb szerződések készítése. Személyisége nyitott, közvetlen, kollégáival nagyon jó a kapcsolata. Nehéz helyzetekben is meg tudja őrizni nyugalmát. A rábízott feladatokat mindig határidőre és maximálisan végzi el. Hatékony együttműködést alakított ki a hivatal és a közoktatás szereplőivel, valamint egyéb intézményekkel, szervezetekkel. Szívből gratulálunk! A Horváth Boldizsárdi második fokozatát dr. Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármesterek, valamint Károlyi Ákos jegyző adják. Köszönöm szépen a közreműködést, és kérem tisztelettel a következő díjátadáshoz, hogy fáradjon a színpadra dr. Takásni dr. Tenki Mária, jogi és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke. Az év civil szervezete díj adományozható annak a szombathelyi székhelyű egyesületnek vagy alapítványnak, amely legalább 5 éven keresztül aktívan, eredményesen működött Szombathely városában, és Szombathely megyejogú város önkormányzatával való együttműködése, önkéntességben való részvétele kiemelkedő. A díjat évente 2 civil szervezet kaphatja. 2015-ben a civil díjat a Fekete István Állatvédő Egyesület és a Szombathelyi Civil Kerekasztal kapja. Kérem szépen Vég Dórát, a Fekete István Állatvédő Egyesület vezetőségi tagját, és Kőszegfalviné Pajor Klárát, a Szombathelyi Civil Kerekasztal elnökét, hogy fáradjanak a színpad közepére. A Fekete István Állat, Környezet és Természetvédő Egyesület 1998-ban alakult Zalaegerszegen, 2008-tól Vas megyei székhelyen működnek. Elsőként léptek fel az állatkínzás minden formája ellen. Fő feladatuknak az állatvédelmet, kutya-macskamentést tartják, orvosi ellátással, ideiglenes befogadással, új gazdakereséssel segítenek a gazdátlan, kidobott, megkínzott, sérült állatoknak. Tavasszal és nyáron 2 hetente, az őszi-téli időszakban 2 havonta örökbefogadó napot szerveznek Szombathelyen. 2014-ben 350 kutyát és macskát adtak örökbe, 150 kutyát juttattak vissza gazdájához. Ugyanebben az évben a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben elindították a nagy sikerű új esély asszisztált kutyaterápiás programot. Jelen vannak a Kisállatvásáron, a Herényi Virágúton, a Nemzetközi Kutyakiállítás programján, a Jóskarola napokon, valamint a Szavária Történelmi Karneválon is. Tevékenységüket vállalkozások, magánszemélyek, ausztriai és német állatvédő szervezetek egyaránt segítik adománygyűjtéssel, felajánlásokkal. Előfeszítéseik eredménye, hogy Szombathely utcáin kevesebb a kóborló állat. Prevenciós munkájuk nélkül az általuk mentett vagy hozzájuk került állatok
valószínűleg az utcára kerültek, vagy elpusztultak volna. Tagjaik tevékenységüket munka után, hétvégén, szabadidejük feláldozásával önkéntes munkában végzik. A szombathelyi civil kerekasztal 2007-ben alakult 46 tagszervezettel, melynek száma napjainkra elérte a 116-ot. Fő tevékenységük az önkormányzat és a civil szervezetek közti kapcsolattartás mellett a civil szféra minél szélesebb körű megismertetése a lakossággal. A szövetség irodájában az önkéntesek és a közfoglalkoztatású adminisztrációs ügyintézők folyamatos ügyfélszolgálatot biztosítanak a civil szervezetek számára munkanapokon. Jogi, pénzügyi tanácsadással és ügyintézéssel segítik a szervezetek munkáját, továbbá népszerűsítik programjaikat. Sajtófigyelő szolgálatuk összegyűjti és rendszerezi a civil szervezetekről szóló sajtóanyagokat. Már 3 éve aktívan részt vesznek a Szavária Történelmi Karnevál civil korzójának szervezésében és lebonyolításában. Önkéntes pontként is működnek. Részt vettek Szombathely megyei jogú város civil koncepciójának összeállításában, rendszeres résztvevői és egyben tagjai is városunk civil fórumának. Mindkét szervezetnek és a képviselőknek is szívből gratulálunk. A civil díjat átadja dr. Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármesterek, valamint dr. Takásné dr. Tenki Mária, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke. Gratulálunk a díjazottaknak, és kérem, hogy foglalják el helyeiket. Köszönjük szépen a díjátadóknak és a közreműködést. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, kedves televízió nézők! Bezeredi Zoltán, Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színművész előadásában Vörös Marti Mihály Gondolatok a könyvtárban című versét hallják. Vörös Marti Mihály, Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain, komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Mi értelom? Hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Mi értelom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit, erény van írva el lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény. Véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjain. Emint a gépek számok titkai. De akik a ruhát elszaggatták, hogy belőle majd csínos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony condrái méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnév s gyávák köntöséből, s most
a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát, hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bűszült kebele, dögvés sóhajtson a hír nemzetére. De hát, ledöntsük, amit ezredek ész-napvilága mellett alkotának? A bölcsek és a költők műveit? S mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő? Hány fényes lélek tépte el magát, s virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téved sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háládattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők mind a többi rongykereskedővel. Ez untfejek se, megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt. A jók, a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak? Ó, nem. Nem, amit mondtam, csupán fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem mentheték, hogy még alig bír a föld egy kis zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogait e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyersfajokba tisztább érzemét és gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa biztos, nem vagyok magam. Testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangya szorgalommal, amit agyunk az ihlett órákban teremt. S ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden csöpjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs végsemmiben, nincs. És nem is lesz soha, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia, lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi a helyet, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanát, posvány szapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbe. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat, ez jó mulatság. Férfi munka volt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, kedves televízió nézők, az életmű díjak átadása következik. Kérném szépen a tisztelettel a színpadra a közszolgálatért életműdíj, a Pro Sanitate Savarie életműdíj, a Szombathely kultúrájáért életműdíj, a Szombathely sportjáért életműdíj, a pedagógus életműdíj és a szociális munkáért életműdíj díjazottjait. Kérném a színpadra a díjátadókat is, dr. Puskás Tivadar polgármester urat, Kocka Tibor, Illés Károly és Molnár Miklós alpolgármester urakat, valamint Károly Ákos jegyző urat. A közszolgálatért életmű díj adományozható annak a közszolgálatban dolgozó, elsősorban Szombathely megyejogú város önkormányzata polgármesteri hivatalánál, illetve az önkormányzat által fenntartott intézményeknél közszolgálati jogviszonyban álló személynek, aki a közigazgatás területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában hosszabb időn át, de legalább 25 éven keresztül kiemelkedő és példamutató szakmai munkát végzett, és ezzel közmegbecsülést szerzett. A közszolgálatért életműdíjat 2015-ben dr. Kacsmarszky János veheti át. Dr. Kacsmarszky János címzetes főjegyző 1975-ben szerzett diplomát, majd 1978-ban jogi szakvizsgát tett. A diploma megszerzését követően a Vas megyei főügyészségen fogalmazói feladatokat látott el, majd 1975. októberében a Szombathelyi Városi Tanácson helyezkedett el jogi előadóként. 1983-tól a szervezési és jogi osztály vezetője, majd 1989-től VB titkár. Szakmai munkája elismerésének tekinthető, hogy a rendszerváltozás után megválasztott képviselőtestület Szombathely megyei jogú város jegyzőjévé nevezte ki, és ezt a pozíciót 2011. december 31-éig töltötte be. Aktívan részt vett a Megyei Jogú Városok Szövetsége jegyzői kollégiumának munkájában. Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság felkérésére közreműködött a közigazgatási szakemberek oktatásában, vizsgáztatásában. Munkája elismeréseként 2007-ben a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítette. 2009-ben a miniszterelnök határozatával dr. Kacsmarszky Jánosnak címzetes főjegyzői címet adományozott. Vezetése és szakmai irányítása alatt köztisztviselők nemzedéke nőtt fel. Zökkenőmentesen átvezette a polgármesteri hivatalt az önkormányzatiságba, segítve nem csak a hivatali dolgozókat, hanem a város számos politikai testületét, vezetését. Szorgalmazta munkatársai folyamatos szakmai képzését, amit saját erőből is igyekezett elősegíteni, hiszen az új jogszabályok megjelenésével a hivatalban szakmai oktatásokat szervezett. Igényes és maximalista ember és vezető volt, aki minden hibát észrevett, azonnali intézkedésekkel próbálta elejét venni annak, hogy a jövőben ezek ne ismétlődjenek meg. Ajtaja mindig nyitva állt, mind a kollégái, mind az ügyfelek előtt. Nagyszerű probléma megoldó képességgel rendelkezett, és a konfliktusokat is jól, hatékonyan kezelte. Különös figyelmet fordított a munkakörülmények javítására, az informatikai rendszer bővítésére, a korszerű ügyintézés feltételeinek megteremtésére, folyamatos fejlesztésére. Az ő vezetése alatt került a polgármesteri hivatalban bevezetésre az ISO minőség irányítási rendszer, amit 2004-től minden évben a hivatal ismételten megszerez. Mindig volt ideje észrevenni és meghallgatni a kollégák problémáit, gondjait. Tevékenyen támogatta
a munkaidőn túli kapcsolattartást rendkívül fontosnak tartotta, hogy a hivatal egy csapat, egy közösség legyen. Szívből gratulálunk! A közszolgálatért életműdíjat átadja dr. Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor, Illés Károly és Molnár Miklós alpolgármesterek, valamint Károly Ákos jegyző. Jegyzőurnak köszönöm szépen a közreműködést. Pro Sanitate Savarie életműdíj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki hosszabb időn át, de legalább 25 éven keresztül kiemelkedő gyógyító, megelőző munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében közmegbecsülést szerzett. A Pro Sanitate Savarie életműdíjat idén dr. Pruberger Emil kapja. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1964-ben végzett, majd 1967-ben a TBC és tüdőbetegségek szakorvosa lett. Tudományos és közéleti pályáját jól jelzi, hogy 1964-ben a Korányi Frigyes TBC és Tüdőgyógyász Társaságnak, ezt követően jogutódjának, a Magyar Tüdőgyógyász Társaságnak a tagja, 1985-től vezetőségi, közben elnökségi tagja. 1968-tól az MTT gyermekpulmonológiai szekció, majd 1986-tól az epidemiológiai és gondozási szekció tagja, 1990-től vezetőségi tagja, majd 1995-től elnöke. 1995-től 2005-ig a pulmonológiai szakmai kollégium tagja. 2000-ben a Societas Scientiarum Savariensis rendes tagja, majd 2002-től a Magyar Tudományos Akadémia Vasmegyei Tudományos Testületének tagja. 1964-től 1968-ig a Vasmegyei Tüdőkórház Mellkas Sebészetén, majd 1968-tól 1976-ig a Celldömölki Tüdőgondozóban dolgozott. 1976-tól a Sárvár Önkormányzati Kórház tüdőgondozójának orvosa. Szombathely egészségügyi és politikai életének egyaránt meghatározó személyisége. 1978 és 2002 között a Vasmegyei Orvosi Kamara Orvos Etikai Bizottságának tagja. 1990 és 94 között Szombathely Város Egészségügyi Bizottságának tagja, 94 és 98 között elnöke. 1998 és 2002 között Szombathely megyejogú város alpolgármestere, majd 2002 és 2006, illetve 2006 és 2014 között az Egészségügyi Bizottság elnöke. A Pro Savarie Egyesület alapító tagja 2006-tól elnöke. 2014-től napjainkig az Egészségügyi Szakmai Bizottság tagja. Megkapta többek között a Kassai Dezső emlékérmet, a Batthyány Stratmann László díjat, a Korányi Frigyes emlékérmet és emlékgyűrűt, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt polgári tagozata, és most a Pro Sanitate Savarie díjat. Szívből gratulálunk! Az életműdíjat átadja a dr. Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor, Illés Károly és Molnár Miklós alpolgármestere.
Köszönöm szépen, elnök és a polgármester úrnak a közreműködést, és egyben kérem a következő díjátadásra szíveskedjen a színpadra fáradni dr. Takásné, dr. Tenki Mária, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke. Szombathely kultúrájáért életmű díj adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 25 éven keresztül a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a város polgárai körében közmegbecsülést szerzett. A Szombathely kultúrájáért életmű díjat 2015-ben dr. Bócz Terézia kapja. Dr. Bócz Terézia az Aquincumban eltöltött gyakornoki idejét követően 1959-től nyugdíjazásáig egyetlen munkahelyén, a Szavária Múzeum régészeti osztályán dolgozott. Két könyv és számos tanulmány jelzi, hogy munkáját ezután sem hagyta abba. Szombathelyi tevékenységét azzal kezdte, hogy az addig csupán Géfin Gyula püspökkerti örökségére és az akkor éppen kivitelezés alatt álló ízeumra korlátozott római kutatást kiterjesztette a város egészére. Az 1960-as évek elején megteremtette a római város topográfiai összegzésének bázisát, amelyet 1967-ben önálló kötetben Szavária topográfiája címmel publikált. Ezzel párhuzamosan összegyűjtötte és egységes rendszerbe foglalva közreadta 6 részletben a Szavária Múzeum kőtárában őrzött feliratos és faragott kőplasztikai emlékeket. Az általa végzett ásatások révén vált ismerté a szombathelyi főtér északi szélén húzódó hatalmas mozaik, továbbá ő mentette meg Zsenye római villájának padozatát. A romkertben végzett évtizedes feltárásainak eredménye volt Szavária jelentős ipari centrumainak, a mécs készítő műhelynek, az import edények helyi utánzataira szakosodott fazekas műhelynek és a késő római mázas kerámiát gyártó iparos telepnek a napvilágra kerülésre. Kiásta, majd Gábler Dénessel közösen készített önálló kötetben publikálta Szavária nyugati városfalát. Megtalálta a híres szaváriai vámbélyegzőt és Merkúriuszkora római szentélyét, amely Bócz Terézia régészeti és műemlék helyreállító munkájának máig látható eredménye. Megtervezte és megépítette a Borostyánkő áruház előtti aluljáró, egykor nagy népszerűségnek örvendő római bemutatóhelyét és a Szavária Múzeum állandó régészeti kiállításának római termét. Munkáját díjjal, kitüntetéssel mindezidáig nem jutalmazták, pedig példaként állt a mai régész és muzeológus generáció előtt munkájával, szorgalmával, szerénységével és segítő készségével egyaránt. Szombathely városa most pótolja ezt. Szívből gratulálunk! A Szombathely kultúrájáért életmű díjat átadja dr. Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármesterek, valamint dr. Takásné, dr. Tenki Mária Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke. Szombathely sportjáért életmű díj adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn keresztül, de legalább 25 éven át a testnevelés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végzett és munkájával közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja. A Szombathely sportjáért életmű díjat 2015-ben Halmosi Zoltán veheti át.
Halmosi Zoltán 16 évesen lett a helyi csapat a Haladás VSE igazolt játékosa. 1965. június 20-án játszott először, 1981. június 20-án utoljára a Haladás első csapatában. Az élvonalban összesen 306 NB1-es mérkőzést játszott és 19 gólt szerzett. Egy év múlva Ausztriában folytatta, egészen 1992-ig, azután pedig edzőként dolgozott. Csapatkapitánya volt a Haladás legsikeresebb korszakának, az 1975-ös KEK szerepléssel és az 1977. évi 5. helyjel. 1969 és 74 között 11 alkalommal öltötte magára a nemzeti mezt és erősítette a válogatott csapatát. Itthon a Rohonczi úti pálya gondnokaként dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Szívből gratulálunk! A Szombathely sportjáért életműdíjat átadja dr. Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármesterek, valamint dr. Takásné dr. Tenki Mária jogi és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke. Elnök asszonynak köszönöm szépen a közreműködést. A következő díjátadásához kérem színpadra Rettegi Attila urat, az Oktatási és Szociális Bizottság elnökét. Pedagógus életműdíj adományozható annak a pedagógusnak, aki hosszabb időn át, de legalább 25 éven keresztül a nevelés-oktatás területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a szülők, a diákok és pedagógus társai körében közmegbecsülést szerzett. A pedagógus életműdíjat 2015-ben Mesterházyné Gyimesi Ilona veheti át. Mesterháziné Gyimesi Ilona előbb tanítói, majd a matematika szakos tanári diplomát szerzett. Folyamatosan képezte magát, így 1994-től pedagógiát és nevelés szociológiát tanult, 1998-ban közoktatási vezetői végzettséget szerzett, 2002-ben pedig fejlesztő és differenciáló pedagógiából szakvizsgázott. A Váci Mihály Általános Iskola megalapításától kezdve 31 éven keresztül kiemelkedő pedagógiai felkészültséggel tevékenykedett a diákok érdekében. Fiatal pedagógusként főszervezője és felkészítője volt a városi szintű Gyere velünk, csináld velünk sportvetélkedőre benevezett iskolai csapatnak. Megyei szaktanácsadóként pedagógiai innovációként kapcsolódott be az Országos Alternatív Környezetpedagógiai Programba. A környezetpedagógia és a környezettudatos életmód megvalósításáért végzett kimagasló tevékenységét Vas megye közgyűlése Gájer Gyula emlékplakettel ismerte el. Elsők között sajátította el a Thomas Gordon nevéhez fűződő gyermekközpontú pedagógia tanári hatékonyság fejlesztése módszereit, melyeket az osztályközösségeivel és a szülőközösségekkel is tréningszerűen alkalmazott. Segítője volt az alapfokú művészetoktatás beindításának. Rendszeresen írt pályázatokat a tehetséggondozás, a hátránykompenzálást szolgáló programsorozatok megvalósítása érdekében. Egy évtizeden át tanított a Berzsenyi Dániel Főiskola tanítóképző intézetében matematikát, alternatív pedagógiát és környezetpedagógiát. Szeminárium vezetőként, mentortanárként segítette a főiskolások tanítási gyakorlatának színvonalas lebonyolítását. 12 évig volt a Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletének elnöke. Országos közoktatási szakértőként szakértői tevékenységet végzett, nevelési oktatási intézmények munkáját ellenőrizte, értékelte, az ország különböző településein a hátránykompenzálás érdekében projektpedagógiai továbbképzéseket, szülői tréningeket vezetett.
2011. szeptemberétől a polgármesteri hivatal köznevelési irodáját irányította. Az idei év júniusától nyugalmazott köztisztviselőként, közoktatási szakemberként önkormányzati szakszolgálati koordinátori feladatokat lát el. Szívből gratulálunk! A pedagógus életműdíjat átadja dr. Puskás Tivadar polgármester úr, Kocka Tibor alpolgármester, Illés Károly alpolgármester és Rettegi Attila bizottsági elnök. Szociális munkáért életműdíj adományozható annak a szociális területen tevékenykedő személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 25 éven keresztül kiemelkedő szakmai munkájával a város polgárainak körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja. Szociális munkáért életműdíjat 2015-ben Király Endréné Tolok Marianna kapja. Király Endréné Tolok Marianna első munkahelye az egészségügyi gyermekotthon volt Szombathelyen, ahol 1976-82-ig végezte a gyermekek körüli mindennapos teendőket gondozónőként. Ezt követően, hogy fizioterápiás ismereteit kamatoztassa, a Markusovszki kórházban folytatta pályafutását fizioterápiás asszisztensként. Egy az államháztartási hivatalban tett kis kitérő után 2003-tól a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Fogyatékos ügyfelei mellett kötelezte el magát, ahol napjainkig végzi munkáját. Marianna a kezdetektől a lehető legnagyobb szakértelemmel, lelkesedéssel és tudatossággal végzi munkáját. Gyógypedagógiai asszisztensként szervezi, koordinálja a fogyatékos fiatalok mindennapjait, szabadidős tevékenységeit. A társadalom egyik leghátrányosabb célcsoportjával, a fogyatékos emberek fejlesztésével, mindennapi életük elősegítésével, problémáik megoldásával telnek mindennapjai. Gyakran szervez szabadidős programokat, fejlesztő foglalkozásokat. Feladatait lelkiismeretesen, hatékonyan végzi, bármiben számítani lehet segítségére. Pályafutását folyamatos tanulás, az ismeretei bővítésére való törekvés jellemezte, mindez annak érdekében, hogy a városban élő fogyatékos emberek életét megkönnyítse, fejlesztésüket elősegítse. Szívből gratulálunk! A szociális munkáért életműdíjat átadja a Puskás Tivadar polgármester, Kocka Tibor és Illés Károly alpolgármester és Rettegi Attila bizottsági elnök. Gratulálunk! Kedves vendégeink, kedves televíziónézők! A Szavária Szimfonikus Zenekar Kamara Együttesének és Szent Martin közös műsora következik most. Jó szórakozást! Jó szórakozást! Kívánok.
Kezét csókolom a hölgyeknek, jó estét kívánok az uraknak. Nagyon jó szórakozást kívánok, hölgyeim és uraim. Néhány dal ma este elhangzik egy-két hangszerrel. Bízom benne, hogy megelégedésükre és tetszésükre. 22 lemez közül fogunk válogatni a világ irodalom zenei remekei közül. Szeretném megköszönni megtisztelő felkérésüket a neves rendezvényre. Örülök, hogy itt lehetek ünnepi pillanatokban. Szeretnék gratulálni a díjazottaknak és példaképként említeni, állítani őket a jövő nemzedékének. Hölgyeim és uraim, két dal a következő pár percben, egy pánsippal, egy lassú imádság, egy fohász a föld sebei gyógyítására. A dal is beszél elől a földsebe darvaza, a másik szerzemény pedig játszunk az idővel, mint ahányszor tesszük azt naponta. A múltba révedünk, a jövőt tervezzük, és a jelenben nem élünk. Mondta ezt Osó, egy keleti gondolkodó. Hát kérem szépen, ennek a jegyében akkor kellemes pillanatokat, jó szórakozást kívánok. Másikkal kezdünk. Nem baj ez egyébként, ilyenkor legalább kiderül minden. Figyelünk mind a ketten, mind a hányan vagyunk. Egy gyönyörű szép lassú dallal, hogy utána meg tudjon nyugodni a közönség. Csak is ez. Thank you.
Köszönöm. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy szólítsam ide a színpadra Lővei Márk urat. Művész úr fáradjon ki a hangszerével, és ez a duett ma este először, mondjuk ősbemutató. Nagyon köszönöm, gyere, merről lesz erről. Köszönöm a fiatalembernek, hogy elvállalta, elfogadta a felkérésemet, és akkor hallgassák meg a mi kis közös produkciónkat. Játszunk az idővel. És szombathely közötti testvérvárosi szerződést
1990. február 23-án írták alá, azaz a két város közötti testvérvárosi kapcsolat idén ünnepli 25. évfordulóját. Ez alkalomból külön tisztelettel köszöntjük körünkben Bajtognyat polgármesterét, Viorel Arjon urat, Takács Arakát, a Korvin Szavárja Társaság elnökét, és Burján István urat, Bajtognyat egykori alpolgármesterét, a testvérvárosi kapcsolat egyik kezdeményezőjét. Az egyik legaktívabb testvérvárosi kapcsolatunk a romániai Vajdahunyaddal áll fenn, mely már a rendszerváltás előtti időre nyúlik vissza, de hivatalossá 1990-ben vált. Hátterében nem csak a közös történelmi múlt és a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás áll, hanem a negyed évszázada folytonos és eredményes gazdasági, kulturális, turisztikai és közösségi együttműködés is. Vajdahunyad képviselői mindenkori résztvevői a Szavária történelmi karneválnak és a Szent Márton napi ünnepségeknek, valamint Szombathely küldöttei is rendszeresen részt vesznek a vajdahunyadi ünnepségeken. Az ifjúsági kapcsolatok és a sport terén is elmélyült az együttműködés. Vajdahunyadról minden évben érkeznek gyerekek a balatoni táborba egyhetes üdülésre, cserébe pedig sítáborozási lehetőséget biztosít testvérvárosunk Szombathely diákjainak a Kárpátokban. A Vajdahunyadi Magyar Házat 2000. május 28-án avatták fel. A város magyar közösségének a szolgálatában számos tevékenység otthona. A Magyar Házat a Korvin Szavária Társaság működteti, melynek fő célja a kulturális, ifjúsági, szociális és egyéb közösségi tevékenységek infrastruktúrális hátterének biztosítása céljából az ingatlan bővítése, modern, multifunkcionális közösségi központtá való fejlesztése. A Vajdahunyadi Magyar Ház létesítésének legfontosabb támogatói Szombathely megyeiugú város önkormányzata és a Communitas Alapítvány, ezért a testvérvárosi kapcsolatot a társaság elnevezésében honorálja. A testvérvárosi szerződés aláírásának 25. évfordulója alkalmából emléklapot ad át dr. Puskás Tivadar, Szombathely megyeiugó város polgármestere, és Lendvai Ferenc, a külkapcsolatokért is felelős tanácsnok úr, kérem szépen, hogy fáradjanak a színpadra. Az emléklapot átveszi Viorel Arjon, Vajdahunyad polgármestere, valamint Takács Aranka, a Korvin Szavária Társaság elnöke, kérem őket is. Csupa Nathaniel Vajdahunyadról érkezett vendégművész előadásában a You Raise Me Up és az Amazing Grace című számokat hallhatják. Jó szórakozást kívánunk! Thank you.
irányítatók álló műsor végéhez érkeztünk. Az ünnepi műsort a Szent Márton programiroda és az Agora Szombathelyi Kulturális Központ munkatársai szervezték. A 2015. évi Szent Márton gála zárásaként Szent Martin előadó művész és Pop Norbert festőművész egészen különleges közös produkcióját láthatják és hallhatják majd, és aztán a szózat hangjaival búcsúzunk. Itt köszönjük meg a kórusok közreműködését. A Kanizsai Dorottya Gimnázium kamarakórusa, a Zenebarátok Szent Márton kórusa, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Napsugár kórusa, az Aranykorúak kórusa, Szombathelyváros Kolping Egyesületének kórusa és az Erkel kórusa résztvevői a mai gálaműsornak. A kórusokat Kocsisné Körmendi Klára vezényelte vezényli. Köszönjük! Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, kedves televíziónézők, köszönjük, hogy ismét velünk töltötték ezt az estét itt a helyszínen, a megújult Agora Művelődési és Sportházban, és odahaza a televízió képernyői előtt. Valamennyi díjazottnak még egyszer nagyon sok szeretettel gratulálunk. Viszontlátásra! Tiszteltel, hölgyeim és uraim, újra itt vagyok. Örömükre vagy bánatokra nem tudom, remélem, hogy még jól érzik magad, már percig is néhány dal erejéig itt maradnak. Szent Márton életútja következik képekben, zenében. Külön nem konferálom a dalokat. Megtisztelő számomra, hogy egy ilyen nevet viselhetek. Nagyon sokan nem tudják, csak a rövidített Szent Martin nevet. Nézzük is csak röviden. A rövidítés fontos volt, a Szent Mártoni bejegyzett név apám legnagyobb öröksége, amit rám hagyott. Boldog vagyok, és a szívem, lelkem legmélyebb bugyrában hordom. De ez a név, ha fölkerülne egy lemezre, legalább 4 betű lemaradna róla. A lemezről. Ezért rövidítettük, és azért, hogy akár ország határon túl is talán jelen lehet, megnyilvánulhat, értik a nevet, és öregbítheti Magyarország, Budapest akár hírnevét. Már csak azért is említem, mert a legújabb lemez, 22. album Budapest Royal névre hallgat. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel Pap Norbert, barátom festőművész, csodálatos homok animációját, és akkor a zenét is szórakozzanak tovább is nagyon jól.